No, ugye az a hídgyülekezete országos hivatalának vagy a főmunkatársa. Én felolvasnám az első kérdést, ami nagyban kapcsolódik ehhez, és akkor talán így menjünk tovább. Tisztelt Hitrádió, nagyon örülök, hogy Kismárkkal lesz a Pásztor Válaszolban beszélgetés. A hídgyülekezete intézményesülésével kapcsolatban szeretnék kérdezni. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség egy mozgalmi és egy intézményesült egyház között, mik az előnyök és mik a hátrányok, előre is köszönöm a választ. Nagyon nagy téma, és első legfontosabb gondolat az számom, vagy részemről az, hogy az intézmény önmagában se nem jó, se nem rossz. Ez egy olyan következmény, hogy a mai társadalommal való kapcsolattartás elképzelhetetlen intézmények nélkül. Úgy lehet körülbelül ezt felfogni, mint amikor az Ószövetségben egy nagyon értékes olajat valamilyen edénybe lehetett csak tartani, különben szétfolyt, nem volt tároló. És ugye, ha elindul egy egyház mozgalmi jelleggel például, az még semmilyen adminisztratív kötelezettség nincs, amíg az ember magánháznál gyűlik össze. De hogyha Isten úgy adja, és elkezdenek sokasodni, akkor ki kell bérelni egy termet. Ott már megjelenik akkor az, hogy kifizeti a bérleti díjat. Egy magánszemély, egy egyesület, egy alapítvány, vagy valamilyen szervezetet létre kell hozni, amelyik jogosult pénzeknek a kezelésére, szerződéseket megkötni, bankszámla fölött rendelkezni, aztán eljön az, hogy tisztségviselőket kell választani, amit a hivatalok, önkormányzatok, stb. Kereshetnek, és tulajdonképpen ezek olyan formák, amik a törvényekből adódnak. Ez önmagában se nem jó, se nem rossz. Ha egy olyan teljesen steril társadalomról beszélnénk, ahol nem lenne szükség államhatalomra és szabályozásra, mert mindig mindenki szabályosan járna el, és a bemondásra működne, hogy kinek mennyi a jövedelme, és azt mindenki le is adózná, ugyanígy a szervezetek is, akkor felszabadulna mindenki az összes adminisztratív teher alól, de ez ma nem így működik. Tehát itt kénytelen az ember szervezeti formában megjeleníteni a tartalmat, és az mindaddig jó, ameddig arányban van egy induló egyháznak a szellemi értéke, és az az intézmény, amiben ez megtestesül. Tehát a probléma akkor jelentkezik, hogyha nem akar valamilyen félreértés miatt, vagy ellenérzés miatt intézményt alapítani, és emiatt olyanná válik, mint az olaj, amelyik edény nélkül tulajdonképpen idővel elveszíti az értékét. Nem lehet tudni, hogy hol van pontosan, nem lehet tudni, hogy mit csinál, nem lehet az értékét mérni, továbbadni, stb. Vagy akkor van probléma, hogyha túlzottan az intézményesülésre teszi a hangsúlyt, és nincsen meg már a tartalom. De mindaddig, ameddig például egy oktatásnál maradva, hogyha annyi gyerek születik egy gyülekezetben, és akkora nagy igény van az oktatásra, hogy az tényleg feltölti folyamatosan a padsorokat, akkor muszáj oktatási intézményeket alapítani, mert egyszerűen a természet adja így, a természetnek a rendje ez, de ez nem egy örök érvényű igazság, hanem ez tulajdonképpen a mai törvényeknek a betöltése, mai szabályozásnak való megfelelés, de önmagában se nem jó, se nem rossz az, hogyha egy egyház intézményeket is alapít. Hogy látod egyébként a hídgyülekezete mennyire vette sikerrel ezeket az egyes kvantumugrásokat? Ugye pont arra gondoltam, hogy amikor te 89-ben csatlakoztál a gyülekezethez, igen, akkor azért még nem egy gigagyülekezetről, vagy megagyülekezetről beszéltünk. Aztán gyakorlatilag pár év alatt a Budapest sportcsarnokos összejövetelekre, ha gondolunk, akkor látjuk, hogy azzá vált. Igen. Mennyire lehetett ezzel lépést tartani? Hát én ezt végigkövettem test közelből. 1989-ben, mikor megtértem, akkor néhány száz fő volt a gyülekezet országosan, ami alapvetően egy-két vidéki gyülekezetből és a budaörsi gyülekezetből állt, de nem volt államilag elismert egyház. Az egyik néhányadik istentisztelet lehetett, amin részt vettem, amikor Sándor pásztor felolvasta az akkori állami egyházügyi hivatalnak a bejegyző végzését, ami elfogadta, mint elismert felekezetet, a híd gyülekezetét. Ez még a rendszerváltás előtt történt. És akkor sorba következtek az intézmények is, de mindegyik úgy, hogy valamilyen meglevő igénynek felelt meg. Tehát nem öncélúak voltak az intézményeknek az alapításai, hanem például, ha jól emlékszem, az egyik első az a gyülekezet szeretett szolgálata volt. Igen.
ami már tehát a legelső időktől fogva igyekezett a rászorulóknak segítséget nyújtani. Ez már akkor is kifelé szólt, vagy a gyülekezet belső rászorulóinak segített? Ezt tőlük kellene pontosan megkérdezni, de én úgy emlékszem, hogy azért ez vegyes. Uh-huh. Nyilván azoknak van több információja a HISZ-ről, vagy a hídgyülekezet szeretetszolgálatáról, akik a gyülekezet tagjai, és Jézus mondása szerint mindig vannak szegények veletek, tehát ők könnyebben találják meg, de nem elzárkózóak, nem gyülekezeti tagok felé sem az én tudomásom szerint. Tehát ez volt az egyik első. Most itt is ugye ahhoz, hogy egy szervezet tudjon adómentesen segélyt nyújtani, ahhoz bizonyos törvényi kritériumoknak meg kell felelni, környezettanulmányt le kell folytatni. Tehát nem lehet az, hogy úgymond adományként juttat vagyonhoz embereket, hanem rendesen meg kell felelni a szabályoknak, és akkor bizony a törvény által meghatározott szervezeti keretek, működési szabályzatokat kell létrehozni, tisztségviselőket kell választani. Tehát ez egész egyszerűen logikus is, és törvényes is, és nagyon fontos, hogy egy egyház ilyenkor a szakmailag is legmegfelelőbb, kompetens embereket válassza ezeknek az élére. Azután ugye jöttek a különböző oktatási intézmények, például a Bornemissza, emlékszem, hogy sokan ellenvetésekkel éltek annak idején, de az idő igazolta azt, hogy ez egy nagyon jó látás volt, hogy a keresztények saját oktatási intézményben tanulhassanak. Aztán jött a Szent Pál Akadémia például, eredeti nevén Közel-Kelet-Európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézet, ami aztán folyamatosan egyre több hallgató jelentkezett, és ezt is igazolta az idő, hogy nem csak azért, nem egy ilyen gigantomán elképzelés volt, hogy nekünk legyen főiskolánk, hanem folyamatosan nő a jelentkezőknek a száma, és az ország egyik legnagyobb teológiai oktatási intézménye lett. Azután vidéki gyülekezetek is több oktatási intézményt alapítottak. Most jelen pillanatban 12 oktatási intézményünk van, ezek vegyesen általános iskolák, gimnáziumok és óvodák, ahol összesen 6000 diák tanul. És ezen túl 700 állami iskolában végzünk hitoktatást is. Tehát azt hiszem, hogy ebből is látszik az, hogy nem haladta túl az intézmény azt a lényegi elemet, azt az erkölcsi értéket, aminek a képviseletére meg lett alapítva. Tehát ilyen módon ezt én nem érzem problémának, vagy az igétől való eltérésnek, mert nem lehet a mai társadalomban más keretek között ezt a tevékenységet végezni. Létrejött például a Hitrádió, ahol most ülünk, ugye itt is el lehet mondani azt, hogy nagyon hasznos, sokaknak áldás, akik hallgatják, diák otthon is, Roma misszió, művészet az életért, például egy belső egyházi személy, vagy származtatott jogi személy a gyülekezetben, ami a Vidám Szimfonikusoknak a háttérintézménye. Tehát körülbelül így alakultak, de az országos hivatalon belül is több főigazgatóság van, ami a különböző adminisztratív területekért felel, de az elsődleges és legfontosabb célkitűzés az az, hogy ebből a szempontból, hogy a hivatalon belül el kell különíteni egymástól az egyház hitéletével és az egyház szervezeti és működési rendjével kapcsolatos területet.